A mi macsink könnyen lehet elgondolni, hogy anyja háza felé képpel sem fordult. Búgva, morogva elment földetlen földig, s elvitte magával a bosszú állás lelkének is ördögi mérgét. Hogy dühe céljához juthasson, pénzkuporásra adta magát. Jócskán keresett is, hol napi számmal, hol szolgálattal, s néhány nyelvekbe eléggé jártas lett, mert sok nagyvárosokat beborangolt s annyira mennyire sok mesterségnek kitanulta a csínyát bényát. Bízván hát mind az eszéhez, mint erszényéhez, hogy Döbrögi meg ne csalódna, úgymond már egyszer vele számot kellene vetni. Képe az nagyon elváltoz a néki, azonban Döbrögi házánál elenyészet híre nevével. Bátran elmegy hát a nyílt udvar kapujáig, amelynek küszöbén nem igen kedvére hasalt volt. Látja, hogy a füstös nagyház helyére azolt a pompásabb palotát újabb ízléssel emeltek. A fala fel van már építve, de a fedeléhez még faragatlan fák vagynak halmozva rakásra. Meg lesz már, így szól Matyi, meg lesz döbrögi verve. Elfordulonnan vesszen egy félkézi szekercét, zsebbeli ölmérőt, splajbást egy írha kötővel. Értsd bőrköténnyel és egy vándorló olasz ács formába jelen meg. Eljutván a nagy kastélyhoz, mint ahhoz értő, a falnak szélét hosszát mérkéli szemével. Onnan vizsgáló képpel megyen a farakáshoz. Olykor fel, felnéz a fákat, megmosolyogja, s csóvágatja fejét. Meglátja az úr is az embert, arra felé sétál. Mit akar? megkérdezi. Semmit, úgy mond, méltóságos uram, csak ezen vala útam. Meg sem is állhatnám, hogy az ilyent meg ne tekintsem, mert mesterségem, látom, hogy akár kicsinálta a palotában a kőmíves munka királyi, bár csak már fedelét láthattam volna. Reménylem, e fákkal nem akarja az úr bekeverni. Mondja az úr, ezeket bizony én vágattam az erdőn. Csak hozzávetvén, Jók, jók, úgy mond Matyi, apróbb házaknak, de nem így kastélynak. Róma felé kell forgani, hogy pompás fedelet láthasson az ember. Én, nagyságos uram, láttam s dolgoztam is egy-két hercegi munkákat, de bizonyal mondom, ezekből nem képes takaros mívet készíteni. Kirántja mérőjét, mérkéli. Bekár, hogy öt újnyi hibázik. Ám de hisz, e nem az én dolgom, senkit se gyalázok. Se magam ok nélkül más munkájába nem ártom. Menni akar, de az úr megtartóztatja. Barátom! Még nekem úgy nincs egy átsalis is alkum, az úr hát járt az olasz földön. Tessék béjönni, ebédje volt témárma. Ha a munkám fog tetszeni, nem fog nálam az országban nemesebb gazdára találni, Elmosolyodja magát Matyi, és dicséri az úrnak építésbeli ízlését, sajnálja, ha ittentán alkalmatosabb fákat nem lelni ezeknél. Ó, mond Döbrögi, nincs a földön oly jeles erdő, mely az övénél jobb, s gyönyörűbb fát tudna nevelni. Látni szeretné azt Matyi. Döbrögi pontba parancsol egy hintóba fogatni. Szakács tálajon azonba, Míg bé mennének, Matyi mondja, hogy arra való fák, hogyha találtatnak, jó volna talán kiegyezni, sőt, tám egyúttal vágatni is. Egybe az ispán szólítsák, kétszáz fejszést rendeljen az erdő sarkához. Készen az ebéd, jól laknak, a hintó ott terem. Egy pillantat alatt kim vagynak az erdőn a fejszések is ott vagynak már. Járja az úrral a roppant tölgyest matyi, és vágatja, ha szép fát sejt meg. Már minden munkást elrendele széjjel, kedve szerint. Nem tud még egy szálfára fára találni, beljebb mennek hát. Vizsgálódnak. Matyi egyszer mondja, hogy ő már lelt. Egy sűrű völgy belecsalja. Ilyen lenne derék, ha hogy ölnyi kerülete volna. Döbrögi mellé áll, s által próbálja ölelni. Akkor megkapván Matyi túlnan két árát, Egy gúzzsal, melyet csak azért font, hogy összeszorítja. Nem vagyok én, uramács, hanem a lúdas Matyi, úgy mond. Kit kend megcsapatott, és elrablott a libáit, S háromszor fogadá, hogy visszapüfölgeti kendem. E most hát első, vág egy jó tölgyfahusángot, és azzal tarkótól talpig meghánya keményen. Döbrögi hasztalanul hánykódott, mert famohával a száját jól bétömkötte. Azonban az erdő rengett a sűrű kopogástól, s a rohanó fák vad morgásaitól. Mátyás az urat megagyalván és a lúd árát a zsebjeiből kikeresvén, törli szemét, száját és a sűrűbe elillant. Már a fejszések nem lévén munka pihentek, már jobbára ledöntve hevert a címeres erdő legszebb része, menő félen már a nap, az ember bárha dologtalan is, de az ácsorgást is elunja. Mégsem ő sem az úr, sem az ács. Végtére az ispán nem veszi a dolgot Réfának, hoppogat. Erre hoppot mond, itt, ott, meg amott a rengeteg erdő. Hallgatnak, de csak a bagyok huholási szakasztják félbe az alkonyodást követő vadon estveli csendet. Már most minnyájan kúrjantnak. A hangok özönjezengeti az ordont, bejebb-bejebb morog, amíg mélyen elnémul. Figyelem van utána! Sehonnan egy kuk hang se felel. Most, most szeppen meg az ispán. Széjjel rendeli a látványságot, hogy az erdőt hajtsák meg, mert már bajnak kell lenni akárhogy. Amint egy néhány hajtók a völgyet elérik, hallanak egy olyan horkanást, mint amikor a kant megdöfik, és szívét ért sebje miatt az utolsót elhergette. Mi az? Megdobban az ijedezésre, rákapatott jobbágy. Hátrál, ordítja az ispánt. Ott terem az, s félénk népét biztatva, leményen ólálkodva az ajra velek. Mit látnak? Az Isten mentse az ilyentől még a jó krími tatárt is. Fához kötve urok, famohával szája betömve, és a drága ruhák szét vannak rajtva, feselve. Elvágják a gúst, és szájából kifeszítik a mohot. A rémült ispán instálja alásan, hogy mi pogány gyilkos kínoszta meg ilyen erősen a nagyságos urat. Felelet helyébe aludt vér ömlött döbrögiből. Sok csuklás közbe sokára úgy nyöghette ki, hogy Lúdas Matyi meggyilkolta. Egyik jobbágy a másiknak kurta gubáját megrántá, más a mellette valóra könyökkel titokban bögdöse, míg urok óbégatva könyörgött. Ó, fiaim, vigyetek szaporám, mert meghalok, úgy mond. Megfogadák ezek a jó emberek, és az ölökben vitték a kocsihoz, mások famohát szedegettek, és derekának lágy fekvést puhogattak. Az egyik szűrét tette alá, másik betakarta gubával. Hogy hazacommogtak vele a lovak, egy banya két pint szappanos éget bort kent rajta. Az udvar egy kis mákszemnyit sem aludt. Minden köhenése öt-hat férfi cseléd, és szint ugyanannyi fejérnép nép ütköze egymáshoz. Nagy volt egy szóval a hűhó.